műsor házigazdája, Majoros Péter Majka. Kezi csókolom, szép jó estét kívántunk mindenkinek, szép keddet! Március 14-e van, 19 óra 25 perc, ez pedig az 50 milliós játszma. Nagyon rendhagyó a műsor, ugye már megszokhattuk, hogy az elmúlt pár napban, konkrétan az elmúlt három napban mindig van valami különlegesség a műsorban. Ugye múlt héten pénteken úgy zártuk az 50 milliós, hogy az volt az 50. adás, hál' Istennek pénzzel zártuk, akkor nyereménnyel zártuk, aztán jött a hétfői napon pedig itt volt a stúdióban a 200. játékos, a 100. páros járt nálunk. És hát Melinda és András volt az, akikkel a koktél, hát... Nagyon kibabrált, nem ittak eleget, ennek az lett a vége, én mindig mondom, ennek az a vége, hogyha egy ilyen kérdés kerül, ugye terítékre egy kvízjátékban, akkor viszont el lehet bukni. Na de, nem erről beszélünk, hanem a végén érkezett aztán Kriszta és Sándor, akik hát elkezdtek játszani, és eljutottak egy bizonyos szintig, aztán befejeztük az adott pillanatban, véget ért a műsor az adás velük, és visszajöttek ma. De a mai napon, tessék figyelni milyen csavar, a mai napon nem velük kezdjük a játékot, velük is fogunk játszani. Ám de először még befutott a debreceni Interpici, érkezik hozzánk a tankcsapda zenekar! Bizony, bizony, hölgyeim és uraim! Elcsábítottuk a rockereket! És megnézzük, hogy mit tudnak, ugye voltak már nálunk focisták, azért nyilván velük is van egyfajta prekoncepció, és most itt vannak a rockerek. Szerintem nem is húzom az időt, játszunk, érkezik Lukács, Sidi és Fej! De ha a szívedbe száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze. De ha a fejedben ott van a persze, vagy a fejedben csalébe nézel, hogy már semmire nem még tízel. Hiába vagy gazdag, ha a végén leszavaznak. Nem úgy öltöztem most, hogy te nem gondolom a legjobb mérgó. Ha nem úgy van az, bekészítettem ide magamnak valamit, mert hogy nyilvánvalóan általában úgy nézek ki, mint egy ilyen deáktéri hülye gyerek hozzátok képest, oda, aki elmegy izéni, szórakozni péntek este. Nem és én azért... mondtam. Ne... és hát ugye nyilván nem lehetek így, tehát most nagyon szépen fel vagyok öltözve, meg ez jól áll, de ellenben kaptam tőletek egy ilyen mellénykét, amit nekem fel kell, hogy vegyek, hogy egy kicsit autentikus maradjak hozzátok. Figyelj, az van, hogy annyira meleg lesz... Nem mondod. De tényleg, ebbe toltok végig egy koncertet? Hát koncertet nem. Ne. Hát nem pont ilyen melegben, ennél vannak azért lazák. Átöltözök, segítesz, Laci? Megfogod egy pillanat, csak lekevetkőzzek. Viszont elmondanám, hogy ez ne nagy kitüntetés, mert ilyet nem sokan vehetnek fel. Tényleg? Uh-huh. Ja, értem. Akkor várjál, akkor... Akkor megvan már, mikor felhívtam a fejet, hogy figyelj, tudsz nekem hozzá, akkor miért nyomogott a telefonba? Hát tudom, hát... Hatódj meg, hatódj meg. Várjál, segítesz? Figyelj, jó fog ez állni rajtam? Szerintem igen. Itt a kérdés, hogy a mikroportot feltöltem. Mikroportot felteszem, ne viccelj. Anyám! Jó ez, jó ez. Jó. Ezt a cipő. Jó. Ezt ide teszem. Ezt figyelj be. És ez milyen rocker? Várj, ez milyen rocker? Dobd, gyílt el! Én ez így nélkül egy koncertem is. Majd a stylist visszakéri, bocsánat, csak ezt el kellett bőnöm ezt a poénát. Jó, tehát akkor srácok, az van, hogy már voltak nálunk kvízmesterek, voltak nálunk focisták, ugye a focistákkal mindig van egy ilyen prekoncepció, hogy hát ugye hát a focisták hát ahhoz értenek, hogy bogyórúgás is kész, és hát a rockerekkel is van, tehát a rockerek is azt mondják, hogy ezek már elitták az eszüket, ezek már széttombolták, és ezt be is fogjuk bizonyítani. De arra gondoltuk, hogy van négy válasz lehetőség, és nektek mindig hagyunk egy ötödik ablakot, amire kész, hogy Akela! És akkor az nyugodtan meg lehet jelölni. Nem, de az, hogy tényleg, azért azt gondolom, hogy ti a dalszövegeitekből kiindulva, azért a Lukács az egy tájékozott manus, nem? Hát, nézek itt fejre. Folyamatosan. Az a baj, hogy ketten játszunk majd, úgyhogy... Igen, na ez a nagy probléma, most ide jöttetek hárman, és ugye nyilvánvalóan itt majd két ember lesz, aki játszik, és hát ugye a fej az, aki kihúzta magát a dologból, de hogy ennek milyen okai vannak? Ez egyszerű logisztikai probléma, vagy ő azt mondta, hogy akkor én nem akarom dörzsölni magam, hogy esetleg nem vagyok benne. Emberek, hát ők a frontemberek, értem? Mi állunk? Én a háttéremember vagy. Hozzáteszem, hogy ez fejes dumája, ez az ők a frontemberek, de mindegy. Ez mindig akkor löki, amikor nem akar, értem? Persze, amikor olyan okot tangsorában három frontember van, ilyenkor kettős. Itt is az lesz, tudod, hogyha nyernek, akkor persze, az harmadoljuk. Sőt, hát én nekem volt az ötletem, hogy gyertek, tehát akkor egy pici málna nekem is jó lenne a csúszni. Ha bukó van, akkor ők csinálják. Jó, mert ugye most nagy buli lesz, a közeljövőben nagy buli lesz, ráadásul egy nagy szép helyen lesz egy nagy buli, és hát ugye meg kéne beszélnünk, hogy ez milyen extra lesz, mert már voltatok egyszer 10 évesek, aztán 15 évesek, aztán voltatok 20 évesek is voltatok már? Mikor alakult a csapcsapda? 89? 89-ben. Anyám, 10 éves voltam. Hát idén már 28. éve tapossuk a... Jézus!
és akkor lesz egy nagy buli, de nagyon, igen, igen, abszolút, nagyon jó ezt neki. Lesz egy nagy buli, ami a nagy buli azzal jár, hogy nyilván mindenki be fog rúgni, de ez nem a tévébe való, hanem az, hogy inkább mi lesz, lesz valami extra tech, hogy jön egy tűz, kirepül Batman. Hát, figyelj, nyilván lehetne erről sokat beszélni, de a lényeg az egésznek az, egyébként itt a fővárosban lesz ez a koncert, április végén, egy nagyon nagy, egy illusztris nagy helyszínen játszunk, nem túl nehéz kitalálni, és ennek a közepére lesz elhelyezve egy színpad, ebből a szempontból. Körszínpad lesz. Olyan lesz, mint most. Igen, igen. Aha. Ami nagyon izgalmas lesz számunkra, és technikai szempontból is kihívás, másrészt pedig azért is, mert ugye jól lehet ez az ország legnagyobb fedett csarnoka, vagy fedett helyszíne, ennek ellenére igyekszünk majd egy olyan koncertet csinálni, ami visszaidézi a klubkoncertnek azt a fajta intimitását, ahol a közönség a szószoros értelemben közel lehet hozzá. Ez könnyű behangosítani. Nem. Van fejtörés, dolgozunk rendesen rajta. Én a 45. vagy 50. adástól, 52. adástól, amit a körszínpadon, nekem nagyon megy. Viszont az, egyébként az tényleg nagyon fura, hogy oda zenész, elfelekezel, ja, itt is tetszenek lenni, ide is, meg hogy ki mit énekeljen. Ez úgy, hogy hárman vagyunk, úgyhogy én ülök, tehát magyarul nekik kell. De neked forog majd a dob valami? Én körbe-körbe. Persze. Fogsz hányni? Nem olyan gyorsan. Egyszer már megforgattuk Orsóba rendesen, meg magasra is. Én tuti színeset ásítok, ha kétszer megforgatnak, nekem vége. Oké. Okay. Jó, srácok, mentálisan fel vagyunk készülve a ma estére? Egyáltalán. Nem? Szerintem lehet, jó. Hogy nagyon hamar pacsizni fogunk. Jó. Figyelj, hát akkor elkezdem. Fej, ide jössz hozzám, mert akkor te lenni a műsorvezető társam. Várjál, csináltak neked a kollégáim, akik meg nagyon szeretnek téged. Csináltak neked kártyát is. Olvastam, amire nem, ami rajta van minden, amit neked kéne csinálni. Nézd, ilyen. Itt a... Színez nem kell. Igen, szorodom. De ezt én nagyon komolyan kell nézni, mint hogyha lenne benne. Igen, mint hogyha benne lenne a választ. Várjál, ha súgsz, akkor elveszem a milliókat azonnal. Nem tehát, lehet súgni? Nem. Hát neked nem, hát te most műsorvezetőként funkcionálsz, és a Lukácsiknak tudniuk kell. Hát, hogyha jó azt fizet? Látom... Jó fizet? Nem olyan rossz mostanában egyébként, mert mindegy. Már rápróbálom. Szóval... Nézettségfüggő. Na, igen. Szóval, hogyha a Lukácsiknak súgsz, akkor vagy dobolsz kettőt, vagy piszkálod az orrod, vagy összekened valami cicakakával a pultot, akkor én azt tudom, hogy jel, és akkor én nagyon kegyetlen leszek, mert ugye hát az engem megbüntetnek, ha nem veszem észre. Na, de nem az a lényeg, ilyenkor azt szoktuk mondani, és azért mondom, hogy László, Sidi és Lukács, maradjunk ennyibe, vagy Gábor és László, tök mindegy. Sziasztok, nektek van 50 milliótok, nekünk van most 8 kérdésünk. Legyen szerencsétek, kezdődjék az 50 milliós László. Figyelj, annyit segítek, hogy most jönnek témakörök, ezt még megbeszélhetitek együtt, hogy még mondhatod nekik, hogy mit válasszanak esetleg, jó? Hát de fogalmas is, hogy mit tudunk, érted? Hát de a témakörökből sem fog kiderülni, hidd el. Akkor jó, tehát itt abszolút nem lesz ráhajazva semmi. Na nézzük a témaköröket, mutassunk meg. Ötös és földön kívül. Földön kívül a semmi köze patakihoz. Szerintem én minden adásban egyszer megkérdeztem tőlem, hogy hiszek-e az UFO-ban, mondtam, hogy persze, hogy kettővel játszok egy zenekarban. Mondjuk az ötös a szerencse számom viszont. Hát akkor? Mert 5.-5.-én 5 órakor születtem. Tényleg? Viszont a földön kívül maga, az meg szimpatikusabb. Az lehet levegő. Az lehet ti vagy. Ezzel még nem nyertek pénzt, ezt kiválasztjátok, tehát dönteni kell. Ja. Ja nem. Ez nem a kérdés. Ez nem a kérdés. Kezdjünk bele akkor. Akkor mondd meg te. Mondjad, hogy pass. Földön kívül. Pass. Ötös? Földön kívül. Na most nézzük akkor a 4 válasz lehetőséget. A derékre kerül a pénz. Minek az aljával azonosítjuk az azonosítatlan repülőtárgyakat? A csésze aljával, a derék aljával, a szoknya aljával, vagy esetleg a kerék aljával. László és Gábor, 1 percetek van, elindul az óra. Mondtam, hogy ne jöjjünk ide. Jó, oké, ez mondjuk, ezt várjál, így próbálj. Nem lehet tolni, mert tőled a vége gázos. Ha ezzel sok idő el fog menni, az biztos, hogy egyszer akarod tolni. Gyorsan pakol, tessék, rakom. Igen? Pakolni se lehet segíteni? Pakolni, hát az a lényeg, hogy fel kell pakolni. Jó. Olyan, mint koncert után. Egymás mellé rak, mert amennyi lemarad, azt viszik, tudod? Igen, ha leesik, elborul, vagy milyen nem teszitek fel egymás időben, akkor azt elviszi Peti. És nem adja oda fejesnek, hiába a társa. Vigyázz. Jelen esetben. Fél perc elmúlt. Jó, igyekezni kell. Vigyázz. Le ne essen. Lefőrög. Siessetek. Hát gyertek ide, csináltok ti, hogy siessetek. Van még valamennyi is idén? Dirigál a közönség. Ez nem úgy van, mint a koncert, egy dirigál a közönség, haver. Mehet? Megállíthatjuk az órát? Már mindent nem állítjuk, mert már lefőrög. Nem lehet, hogy koncertek után is így legyen. Na várjál, hát felmerül a kérdés. Hogy vajon, ha kivesszük a fejet a csapatból, akkor anélkül üzemele a
a két csávó, tehát ez valószínű, hogy jó válasz? Nézzük meg a papírodról. De neked már mondták virág... a fületre fogad. Virág, szív, szív. Hogy? Te most tényleg fogod látni a jó válaszokat? Ne. Várjál! Az a jó válasz, ami ki van emelve nagyjal. Nem gondoltam volna. Igen. Na nézzük, hogy vajon a csésze, a jó válasz-e 50 millió forintot rakott rá Lukács és Sidi. Vajon, micsoda izgalmak. Én tettem volna a szoknyára is, de ez már. Egy időben sok pénzt tettem a szoknyára, de jó válasz! Hajrá, hogy van? Raj, rossz duma! Hajrá! Húzzátok vissza a pénzt! Na igen. Megint vissza a lóvét. Én csak adogatom, és akkor jó. Jó, Istenem! Visszafelé is gyorsan kell, vagy ilyenkor csak simán? Visszafelé, mikor gyorsan? Ja igen, ezt nem mondtam, nem lehet megállni, tehát nincs olyan, hogy most megállnánk, meg izé, meg ilyenek. Ja. Végig kell nyomni mind a 8 kérdést. Sajnos ezt már tudom. Oké? Igen. Hogyha lehetne megáll, akkor most megállnánk azért. Ne lakkozzátok le a pénzt, húzzátok vissza középre valahogy, úgyhogy időben beleférjünk. Mert... Oké, azért kérdez, hogy itt mennyire kell sietni. 3-12-ig fog tartani. Persze, igaz, élő. Jó, élő. A negyedik kérdésnél lesz. Tényleg. Na jó, gyerekek, megyünk tovább. Most már visszahúzásnál is el fogom venni a pénzt, nem siettek. Rendhagyó módon. Hát jó, hát ezt gyakorolni kellett volna. Tényleg, hát nem igaz, igazi rockerzenek, annak van ródja. Hát nem, mert itt tegyétek fel a pénzt. Lak fel, Lacika, és akkor keresni kell valakit, aki ezt gyorsabban. Szerintem, hogy néz ez ki? Na, megvan az 50 millió forint, megyünk tovább. Még mindig van 7 kérdésünk a fejjel. Bizony. Nézzük a következő témaköröket. Iha. Zúzzák, vagy bandázunk? Mind a kettő jó. Igen. Zúzzák, bandázunk. Az zúzzákra kicsit félek, hogy nem valami kémiai. Vagy nem a berszerv, tudod. Micsoda? Az, igen. Bandázunk? Bandázunk. Hát melyik szimpi? Én bandáznék, nem. Bandázunk. Bandázunk? Hát persze. Nézzük itt mi a feje, bandázunk? Én bandáznák. De ha rosszul tudjuk, tényleg lehet. Hallod, milyen jó műsorvezető? Jó, na gyerünk, oké, bandázunk. Nézzük a négy válasz lehetőséget. Nem rockzenekar vagyunk. Rockzenekar van, bandázunk, persze. De a rockzenekar zúzza. A zúz is. Szabó István. Sas Tamás. Antal Nimród. Nemes Jeles László. Ők? Rendezők. Igen. Na nézzük a kérdést. Melyik magyar rendező készített filmet a Metallica zenekar közreműködésével? Nézd, hogy örülnek. Tehát Szabó István, Sas Tamás, Antal Nimród, Nemes Jeles László, de csíves. És amikor elindul az óra. Ne, inkább ne beszélgessetek, mert lassúak vagytok. Figyelj. Most elindul az óra. Yeah. Na, szépen. Ahogy gyorsan, a csillag megy az égen. Sidnek már zsebéből kiáll egy kukat. Vedd ki a hátsóból, Sidi! Jó. Nem értem, miről beszéltek. Zsivány egy valami. Figyelj, hány számot játszik egy koncerten? 24-27. Hát, most 30-nál jár. Én is szoktam érezni a végén. Figyelj, hát ahhoz kell adja, Lukács, azt meg kell egyezni szövegileg. Hát szoktad elrontani a szöveget, Laci? Á, nem. Mi nem szoktunk soha rontani. Van egy olyan taktika, hogy mindig kinéz az első sorban egy rajongót, az kívülről fújja, és akkor amikor nézni a száját, akkor hogy hol. Jó helyre tettük? Egyébként nézzük, csekkoljunk egyet, mert... Jó helyre tettük. Hát most már pakolászhatjuk. Ja, jó. Most már úgyse tudjuk. 15 másodperc megállíthatjuk az órát? Meg, persze. Antal Nimródra feltettünk 50 Mihályt. Pedig hát ugye... Ott a Szabó István is. És többit ismeritek egyébként? Sas Tamás? Megvan? Persze. Hogyne. Nemes Jeles László? Hát, az... hát ő tavaly nagyon szép díjat hozott nekünk, ugye? És? Az én fiam. De nem a Metallicával. Mindent tudnak. Na jó, oké. Ezt így nem húzzuk az időt. Antal Nimródon van az 50 millió forint. Izé volt, headbang volt, amikor meglátták a kérdést. Tehát én azt gondolom, hogy ez ilyen csípőfica most lesz. Így van, Antal Nimród! Húzzátok vissza a pénzt! Eddig jó jársz! Ugye? Eddig itt állsz, időként mondasz egy mondatot, és annyi pénzt kerestél. Együtt vagyunk, ilyenkor együtt vagyunk. Szívval élek. Figyelj, észrevettétek, hogy ez kajak meló feltenni, a pénzt meg levenni, Laci? Meg milyen büdös? Büdös a pénz? Hát szerinted. Idegesítsél már, miért? Jó, hát jó, nem... Na jó, segítek, Laci. Nem annyira.
teljesen jó szagot. Ezt a szagot azért el lehet. Jó, azért mondom, nem annyira. Befeküdnék vele az ágyba, ott tanulom. Persze. Egész éjszaka oda dugnám az orrom alá, ugyanúgy. Kicsit jól. Arra is. Ja, tényleg. Jó. Megfejelni, ne fejeljétek meg az én. Na, meg vagyunk, hogy elmegyünk, és itt lesz ötödik. Jó, megvan, oké. Az már azon a fenn volt a trollfocin, a Torgelle itt volt nálunk focista játszani, és azon mondja, hogy Torgelle Sanyi az 50 milliósban 51 milliót nyert. Igen. Annyira menő volt. Na jó, 50 millió forint, meg mindig megvan, srácok, nagyon jó teljesítmény, még 6 kérdés van, gyerünk, nézzük a következő. Óriás nyalást, tudod? Srácok, nagyon jó, Terminál, Vizenát. Olyan jó választjátok a Terminál, kategóriákat. Hát figyelj, a Terminál, szerintem az valami repüléssel kapcsolatos dolog én lehet. Én a Terminált hinném. A vizelet meg a vízzel? Igen. Hát van ebben valami amúgy. Nem, de viccelek, én a Terminált. De mi a repülést szeretjük. Biztos? Nagyon biztos. Én szeretjük meg a hajózást. Uh-huh. Mondjuk Tomi meg a hajózást, de te nem szólhatsz hozzá. De kikapunk egy hajós az kérdést, azt majd nézzük. Azért, ha tudnád, mert nem akar. De akkor tudom szívni a védet, hogy elrontod. Szerintem még lesz arra alkalom, de lehet, hogy most is lesz. Terminál. Verünk a Terminál. Heathrow, London. Frankfurt Airport. Atatürk, Isztambul. Charles de Gaulle, Párizs. Hát ezek? Ebből már hárman voltam. Tényleg? Melyiken nem voltál, az Isztambulin? Igen. Ott én sem. Nézzük a kérdést. Melyik volt Európa legforgalmasabb repülőtere 2016-ban, tehát a Heathrow, a frankfurti reptér, az Atatürki, Isztambulban, vagy a Charles de Gaulle, Párizsban. Egy percetek van, ugye a szabállyal tisztában vagytok, egy csapóajtót kell üresen hagyni, az összes többire pakolhatok, ha akartok. Pörög a rötyöga. Csapjuk ki, melyiket csapjuk ki? Én kicsapnám Atatürköt. Kicsapnám. Okay. Dobáljuk szét a lóvét, mert egyébként Heathrow London. Én a Heathrow-ra tippelek egyébként, azt mondom, hogy Frankfurt volt a 2000-es évek elején, de szerintem most már a Heathrow. Mennyit? A Párizsot tegyünk, szerinted? Hát... Én arra nem tudom. Nézd, a Tomi a producer, a Melo, nézd? Igen. Egyébként jó, hogy nem én játszok. Nem tudnád ezt? Mennyi én a Heathrow-ra tippelnék. Nem mondom, hogy melyikre tippelnék, mert... Pakolj, és idén meg le fogjál az idősebb. Nem is szabad? Hát azért. De nekem mondtad, hogy gyere. Nekik ez fekszik, ez a kérdés. Mind a mire kettő, tippelni? Mind a kettő ilyen teljesen... Repülés izé? Csinálja, sülj, én ide húznám. Ide? Én most nem tudom, hol mennyi. Én se fogalmam sincs ilyen szempontból, a kettő közül az valamelyik így. Megosztottuk a pénzt? Megállíthatjuk az órát? Nyugodtan. Jó, akkor megállítjuk az órát. Na várjál, elfeleztétek, hogy csekkel számoljam? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 van a Heathrow-n, Londonon. És utána pedig itt a Frankfurt, amin elvileg egyel több, vagy kettővel több van, ugye 26 millió forint. Na, fejes már tudja, mert megmutattam neki. Hát meg is mondtam. Meg is mondta, ne viccelj. Na jó. Az Atatürkön nincs pénz, pedig ott még nem is voltál, Sidi. Honnan tudod, hogy az nem nagy? Hát ráadásul ott annyian voltam vannak. Ott. Nem voltam ott, tehát... Magyarul az semmi. Magyarul az semmi. Ebben nálunk az az első számú szabály ebben a műsorban, hogy ha nem tudsz valamit, arra tegyél pénz. Különben... Aha. Orraesés van. Hát ha majd negyedjére jövök vissza, majd akkor rutinosabban figyelj, toljuk. És a párizsi, a De Gaulle, hát azt ne viccelj. Hát jó, a nagy repülőtér a Párizs, de a Frankfurt meg a Heathrow viszonylatában nem. Meg De Gaulle sem volt alacsony. Jó. Én azt tudom, hogy a 2006-os, 7-es kimutatások szerint a Frankfurt volt, tehát abban szinte biztos vagyok. De azt is tudom, hogy a Heathrow-t miután átépítették, nagyon feljött. Tehát... Na jó, oké, hát ezt tudjátok ti. Nézzük, hogy a de válasz jó-e. Lehet, hogy... Na nézzük, mi megy és mi marad. Te jó. Te? Hát az ennyi fele megy, ez biztos. Azt tudni. Adios, 26 millió. Tomi, ilyenkor kell lemenni. Azt mondom, hogy tök jó ez a meló. Ott kellene lenni állni. Azt mondom, hogy milyen irigyesen lehetően. Egy barlangba üsz és szeded össze a pénzt. Legalább lassabban szedjétek már össze. Tényleg. Ne, hát várjál, még ott van a Charles de Gaulle, meg a... Jó, még várjál, még lehet, hogy megvárjál. Nem is biztos, hogy ez megvan, ha megvárjál. Az az egy, az kinyílt, az csak a negyedik legnagyobb reptér azóta már mennyit változott a világ. A negyedik legnagyobb reptér, ráadásul az évente
60,8 millió utast bonyolít. Nézzük tovább. Párizs marad, Isztambul marad, ezeken nincs pénz, és a Heathrow van Londonon pénz, 24 millió forint. Isztambul elveszett. Mint egy tábornok olyan voltam. Na, igen. Elveszett. Elvesztettük. Péter, nem mond. Felis Sziszen. László Gábor Isztambul elveszett. Már csak ezek a franciák tartják bennünk a lelket, meg a brittek. De elárulok egy nagy titkot. Annyi, de annyi pénz buktak nálunk a franciákkal, mint egyetlen másik vízműsorban sem. Na, megyünk haza, úgy látom. Mikor megy a debreceni gyors? Mikor menjen? Mikor megy? De a saját a vonat? Most nem akarok. Na, nézzük. Így van, a londoni királycsi. És a fejes tudta, húzzátok vissza a pénzt, a fejes tudta, 75,7 millió utas bonyolít évente, a párizsi pedig a második legnagyobb, tehát arra nem tettetek az izé, az kicsit rötyögött, az 65,9 millió utast, és az a második legnagyobb. Jaj. Figyelj, ezt már egy picit könnyebb lesz pakolni, tehát nem volt olcsó ez a repjegy, ez first class business egyben. Minden rosszban van valami jó. 26 millió, ez hanyadik kérdés volt? Szerintek magatokat folyik a hátamon a víz. Akkor még van, még mindig van öt kérdésünk, oké, na jó. Tomi, segítesz az utolsó kérdés, vagy az ötödik kérdésnél? Szívecskével? Na jó, akkor tehát nézzük a kategóriákat. Gép, vagy indul a bakterház? Mennyire vagy bakterházas? 3-4 aranyköpést tudok belőle. Odaadom neked ezt is, amit kíván. Akkor szerintem válaszol a gépet. Gépet, a háthapakoló gép. Ezt válasszák, ez lesz. Majd ott megjelennek, és neked kell elmondani. Puha. Köszi sokasik. Köszi, Tomi. Először majd a neveket, és majd utána a kérdést. Mondjatok már valamit, Lacika. Ja, akkor a gépet várjál. Hát menjünk a gépre. Gép, gyere, arrébb állunk. Gép. Jön a szimpatikus kollega. Gyere. Most nem én mondom, most a fejes mondja. Gyerünk, nézzük, Tomi, ott. Az kell fel. Kejan András. De jó vagyok. Koltai Robert. Eddig tökéletes. Ennyi? De van. Ennyi kell csinálni. Hofi Géza. Ennyit, kezdjük a pompészt. Fábri Sándor. Na, akkor ez meg is van, és most fel kell olvasni majd a kérdést. Nézd, ott lesz felül. Kérjük a kérdést. Kinek a legendás kabaré tréfájába szerepel a levehető ajtós NDG-t turmiz gép? És még egyszer el kell mondani, tehát... Kern András, Koltai Robert, Hofi Géza, Fábri Sándor. Az egyiknél megemeltem a hangom. Elindult az óra, gyerünk! Oké. Jó. Én bízok Laciban. Szóval Laci azt sugalmazta, hogy a Koltai Robira tegyük. 40 másodperc, tehát kinek a legendás kabaré tréfájában szerepel a levető ajtós NDK Turmix gép? Így kellett volna felolvasnom. De ez miért gép? Ja, mert Turmix gép. Hát mennyi az, ilyet, hogy gép. Még mindig van 30 másodperc. Hát majd vissza fognak számolni, 6-tól vagy hánytól, nem tudom. Hánytól kell vissza számolni? Hát 10-nél fognak majd. Ja, értem. Jó, hát akkor várjuk meg csak, mert úgy szerették eddig össze számolást. Én most rád bíztam magam. Hát ennyi. Még mindig van 10 másodperc. Á, tegyük át inkább. Még mindig van. Ne! Azért, mert úgy gondoltam, bazd meg, hogy... Ez mínusz 1 millió. Mínusz 1 millió. Laci, ez hogy mi volt? Mivel egy régi kabaré tréfáról beszélünk, igen? És nem voltam benne egészen biztos, hogy valóban Koltai hangján szólalta meg ez a bizonyos NDK-s turmizgépes dolog, ezért gondoltam, hogy a hasonló korabeli, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, Kernnek is adjunk esélyt. Aha, mert a Fábri fiatal, a Hofi meg idős hozzájuk. Így van. A kabaré tréfához, úgy értem. De rakhatámon a keveset. Igen, az van, hogy itt van a Kernnél egy millió, ami nincs rajta, vagy hát hagyd nézem már meg. Hát most... Rajta van az, most én kérdezem a kollégát, hogy ilyen kétharmadig rajta van, tehát ezért kéne hívni valakit.
Valamit mondjatok a fülemre, mert én leszek itt a szemét állat. Nem azt mondják, hogy Majka, hanem azt, hogy rajta. El kell vegyem. Add ide! Tudtam, tudtam. Add csak oda Tominak. Sajnos ez egy gurigával rövidebb, ha a válasz jó. Akkor megkérem. De az utolsó... Kicsinek a sajtósunkat. 2, 4, 6, 8, 10, 11 millió maradt, tehát 12 lett volna. 11 millió maradt Kern Andrison, 2, 4, 6, 8, 10, és akkor 12 millió maradt Koltai. Nézd azt, hogy feláll. Aha. Na nézzük! Ez nagyon érdekes, mert az utolsó pillanatban, az utolsó 2 másodpercben húzta át Lukács a pénzt. Nézzük, hogy melyik a jó válasz. Nézzük, mi megy és mi marad. De csak egy rövid reklám után. Azonnal jövünk vissza. Igaz, hogy 22 milliót elbuktak az előző kérdéstől. Most viszont az összes pénzüket feltették Koltai Robertre, viszont az utolsó pillanatban Lukács Laci az, hogy egy isteni hang jött ide a fülébe be, ez nem a mikroport volt, ígérem, nem az enyém hallatszott be, azt mondta, hogy ad esélyt Kern Andrásnak is, és átolt 12 milliót, amiből viszont 1 milliót el kellett, hogy vegyek, mert hogy nem tudta rá rendesen, és a szabályok értelmében, hogy ez az 1 millió, ha véletlenül rossz lenne az a kérdés, vagy a válasz, és nem esne le, akkor azt el kell, hogy vegyem, ugye ezt megelőlegeztem, ezt a bizalmat nektek, és odaadtam a biztonsági őrnek, akit azóta sem találunk, mindegy. De a lényeg... Összebarátkoztak a mi sajtómenedzserekkel. Ott állnak lehet, abszolút. Költik a málnát. Fábri Sándoron viszont Hofi Gézán nem maradt pénz. Ugye az volt a kérdésünk, hogy kinek a legendás kabarai tréfájában szerepel a levehető ajtós NDK Tourmix gép. Na nézzük, hogy mi a helyes válasz. Most már én is kíváncsi vagyok. Robi bácsi, elvitte volna a málnát, haver? Egyébként az előbb isteni hangot mondtál, nem isteni hang, egyszer a hangmemóriára próbáltam hagyatkozni, és ezért volt ez a végén való tűszakodás, mert nem voltam benne biztos. Visszapörgettem. Hofi Gézán még viszont nincs pénz. Azt mondta, hogy a Hofi öreg, a nagy öregek közé tartozik, Kernon is az egyen fiatalabb generáció. Most nem lehet, hogy a felét még áttesz? Hofira? Hogy mekkora okosság lenne most át, egy Fábrira? Jaj, az igen. Ez egy 70-es évekbeli kabaré jelenet, amire én nem emlékszem, hogy még apámmal hordtam egy nadrágot. De! De én hogy emlékszem akkor rá? Te emlékszel? Hát, mint a sokáig nyomták a tévébe, biztos. Vagy hogy szarra vagyok plasztikázva. Mutasd csak egy kicsi botox. Ide. Befér? De nem. Van? Nem, van. Ne idegesíts már. Nincs? Mikor? Ha megnézzük, hogy egyáltalán marad-e rá. Így van! Hallod? Kutacika? Összeszorított lábfejjel álltam végén. Ez nincs, meg ez a... Húzzátok vissza a 11 milliót. Levehető, lenyeljél, telefon, kabaré. Igen, csak na mindegy. Meg voltam győződve, és aztán... De te ezt tudtad? Hát hogy a francban? Oké. Nekem megvan ez az egész jelenet. Ez így szokott lenni, hogyha otthon valamilyen... Minden szilveszteri műsorban ismétlik, hát ez annyira klasszik ez a... Tényleg? Ez a levehető tetejű, a üzé, a telefonálás össze-vissza, mindegy. Fejlegesítettem magam. Nem kacsítottál valamit a Lukácsnak? Mit? Nem kacsítottál? Szerinted összejátszatok. Na, persze. Na figyelj, megyek innen a francba, mert fejlegesítettek. Ezt akartam kérni? Köszönöm. Most te tényleg elmész? El. Jó, akkor elküldjük a fejt, most már... Nem fogom megállni, hogy ne súgjak nekik, mert már a Londonnál is már majdnem itt, meg aztán, amikor Laci rátette az egészet, akkor kiborultam. Oké, akkor hölgyeim és uraim, köszönjük meg fejnek, hogy itt volt Fejes Tomi a Tancsapdából. Szia! Nem tudok kibánni. Itt le tudsz menni. Na
most már kérdezni rendeseket. Ja. Itt maradt a csapat esze. Most már kérdezni rendeseket. Nézd, kóvályok az ajtó előtt. Nem tudja, hol kell kivenni egyem a szívét. Na, hát akkor megyünk tovább. Mennyi ez? 11 millió forint lehetett volna 12, és bár lehetett volna nulla is. Nulla is lehetett volna, bizony. Tehát mindig a pozitív oldalát, nem félig van üres, nem félig üres a pohár, hanem félig tele van. Négy kérdés van még hátra, és pont a felénél vagyunk a játéknak, és 11 millió forintotok van még. Megyünk tovább, nézzük a kategóriákat. Csípős és csíkoska. Az igen. Ezt elteszem majd a fejesnek, odaadjátok, hogy megülsz. Ja, ezt mindenképpen. És kártyáit, jó, hogy ne legyen baj. Hát a csípős, gyanítom, az valami kaja dolog lehet. Persze vagy nem biztos, hát vagy nem. Utána milyen kérdések voltak a gépre például? A csíkoska az mi lehet? Hát a gépre turmix gép, az tökkor. Az végülis gép, igen. Uh-huh. Csíkoska. Mondani kell valami. De csíkoskáló fogalmam sincs, tehát elképzelésem sincs. Akkor legyen a csípős. De az a vagyunk kajában nagyon nem vagyok otthon. Valamit viszont mondani kell, a csé betűség. Akkor legyen a csíkoska. De a csíkoskában van esély talán, de... Akkor legyen a csípős. Mondjad. De ha te úgy érzed, hogy kajában legyen nagyon otthon vagy... Legyen olyan, ami csével és ivel kezdődik. Tehát a... Akkor csík... Legyen a csíkoska. Csíkoska. Anyámat, azt hát megszültem. Ez milyen probléma ez a zenekar, te? Koati. Na, ez jó lesz. Ez jó lesz. Ez jó lesz. Skunk. Oh. Lemur. Nagyon jó. Nézzük a kérdést. Jaj, már csak három. Virágos. Na, nézzük a kérdést. Lemur. Mi a bűzös borz hivatalos neve? Tehát Koati, Skunk, vagy esetleg Lemur? Hát figyelj. Hát a skunk. Angolul ugye az a... Jó, igen, csak nem biztos, hogy az a hivatalos. Én mondtam rosszul? Nem. A skunk az a... A skunk angolul az a... A bűzös. Tudtam ma. Meg se szólaltam. Nem szólaltam meg, jó van, már nem kell orgyan. A Koatiról fogalmam sincs, hogy micsoda. Egyet ki kell zárni, ugye ki lehet egyet zárni. Akkor azt a Koatit szerintem... A Lemur az nekem olyan, mint egy hal. Amur. Lemur. Ne, a Lemur az egy ilyen nagy tappancsos jószág. Igen. Várj, az Lemur, nem Lamur. Nem. Ne kever. 31 másodpercünk van. Fél percé vagyunk, bizony. Hát figyelj, én a... Mit csináljunk? Legyünk rockerek, tegyük rá a skunkra. Legyünk rockerek. Rockerek, ez az. Mégis állíthatjuk az órát? Meg. Igen, soha nem tudnak számolni, mindegy most. Kicsit finomabb szavakat kell használni, mert meg fognak minket büntetni. Jaj, az. Bocs. Igen, az akkor a baj. Akkor leveszem én a felét önkényesen majd a végén. Megmondom őszintén, hogy az elején még tudtunk erre figyelni, mert úgy érezzük magunkat, mint egy televíziós stúdióban élőadásban. Most már. De kezdünk elég jobban felengedni, és hát... Kezdtek megmelegedni, és ezért... Most kimondott csúnyát, ő vagy én? Szerintem a Lukás. Ah, lehet, hogy én. A Lukás csúnyán beszél nagyon egyébként. Más is panaszkodott. Mindegy, most nem akarok. Tehát akkor a Koatin nincs pénz, a Lemuron sincs pénz, ami nem Lamur, és a Skunkon van, ami egyébként skunk, angolul a borz, ugye? Igen. És akár még lehetne is, csak hát elfelejtesz valamit, Sidi, hogy ez a bűzös. Nem a sima? Nem. A bűzös, Sidi, a bűzös. Ilyen nevekedik Koati, hát na mindegy. A híres, jó öreg Koatit nem tudod milyen? A Lemurt kizárt. A Lamur elveszett, nincs szerelem. Ő elment. Amit én halnak gondoltam. Igen, igen. Elérjük még azt a gyorsvonatot. Tök minél mire gondoltam. Most már ott van a lóvé. Nézzük, Koati vagy skunk, skunk. Büdös, bűzös. Vagy csak sima Koati. Én teljesen felesleges, mert a válasz úgyis az, ami. Hát persze. Ilyenkor lehet. Egyébként a Lemurok azok makik. Maki, és ilyen ekkora tappancsom. Az. Allergiások, ételallergiák. Azt nem tudtam. Így van a Skunkász! Gratulálok, húzzátok vissza a pénzt! Milyen jól jön az angolozás! Yeah! Hajrá! Gyere, szedjük vissza a lóvét! Igaz, meleg volt, barátom. Meleg volt. Igen, eddig zakatolunk, 11 milliótok van, és már csak három kérdés van hátra. Nem lehet, hogy már csak egy legyen? A pipakot vagyunk. Mennyi pénzt szeretnétek hazavinni? Az milyen jó kérdés, de... Azért mondom. Fél lehet, hogy ma este még a lovak is szivaroznak. Na nézzük még, három kérdés van, 11 millió forint. Gyerünk, nézzük a kategóriát. Azt szeretném kérni, a kategóriákkal ne menjen el, kb. 40-42 perc, jó? Jó. Nézzünk ki egyet, és aztán valahogy döntsünk, jó? Kőkövön vagy strófa?
Én lehet, hogy a kőkövönt választanám. Én is. House of Rolling Stones. Hát. Vagy mit tudod, P-box. Aha. Mi legyen? Hát... A Stolfon nem legyen. Figyelj, ne húzzuk. Legyen, ne húzzuk az időt. Az volt az kőkövön. Első. Kőkövön. Na nézzük. Melyik építészeti megoldást kezdték a legkésőbb alkalmazni? Hmm. Tehát a boltívet, a rózsaablakot, vagy esetleg a manzárdot. Egy percetek van. Laci és Sidi. A boltív egy elég... Egy, az nagyon régi. Elég, igen? Hát persze, hát azt már a ókorba tolták. Voltak ilyen, a tényleg az igen. Nagyon jó, a rózsaablak az nagyon bonyolult, igen. Mármint tudjátok, hogy nagyon csili-vili. Manzárd. Hát szerintem a manzárdot csinálták. Az fogalmam sincs, hogy micsoda. Ha mindegy csinálták, az zárjuk ki. Azt mondjuk én arra azt mondanám, hogy az egy majom. Jó, tegyük erre a kettőre. Várj, de mi a kérdés azért? Elmondom még egyszer. Melyik építészeti megoldást kezdték a legkésőbb alkalmazni? Tehát a legkésőbb, amelyik a legfrissebb. Jó, azt mondja, a rózsaablak az nyilván az még nem volt az szerintem ókorban. Szerintem nyugodtan pakod rá azt. A boltívet hagyjuk, az igen. Manzárd. Mi az a manzárd? Pontosan nem tudom, de ennyi pénz elég rá. Meg is állíthatjuk az órát? Hát meg. Akarnak számolni? Nem bízunk rá. Én próbáltam, de... A rózsaablakra feltettünk 2, 4, 6, 7 milliót, és a manzárdon pedig van 4 millió. Mi volt a kérdés? A boltíven pedig... Nincs pénz. Mi van, Laci? Mi volt a kérdés? Mi is volt a kérdés pontosan? Na jó, hát... Jó műsorba jöttünk, kicsit, ide kellett jönni. Kicsit aggódom. A boltív, az kimaradt a szórásból. Az ki? Igen. De az miért? Azért, mert én arra gondoltam, nagyon hogy... Nagyon volt panellakásban is tudod ott berakni, azt a konyha is. Persze. De ha belegondolsz ezekbe a régi, ókori ilyen arénákba, meg mindenekbe, ugye ott már a boltívek be voltak pakolva. Aha. És akkor még rózsablakot biztos nem csináltak, azt gondolom. Mert nem is mivel, hogy még üveggel sem nagyon volt dolguk. Aha. A manzádról, mivel hogy első ránézésre azt mondanám, hogy ez egy majomfajta, ezért inkább nem. Ja, várj, tehát a manzárnál az él, hogy nem tudtátok, hogy mi az, azért tettetek rá pénzt. Hát a biszti kedvéért. Ja, ha már egy orgonál nincs. Meg hogy ne az összes ló szivarozzon. Csak a licipai. Ahogy azt egy drága úszdi barát. Licipai? Csak a licipai ez édes. Ez jó, ez jó. Na jó, a rózsablak az ment is. Adios, amigo. Ajjaj. Jó. Megmaradt a boltív, és megmaradt a manzárd. Jó, hogy hagytam. Mert hogy? Itt azért tudom. Még a kérdésnek az értelmezésével is volt probléma, már az egy perc után is, na. De... Hát még itt is. Még most is. Na, nézzük. A rózsaablak a középkori építészetben jelent meg. Nesze. A kérdés az, hogy a boltív... mikor jelent meg, és ebből kifolyólag megtudjuk azt is, hogy a manzárt. Így van, a manzárt a jó válasz, 4 millió forint. Hozzuk vissza, még jó, hogy tettetek rá pénzt, várjál! Na jó, a tetőtérnek a beépítése, az a manzár, az egyszerű boltívet, az pedig már az ókori Róma is, abszolút, ahogy mondtad te is, alkalmazták. A franciák kezdték el a manzárt, manzard, és akkor abból lett a manzárt, magyarosítottuk. Mint ahogy a skunkból lett a skunk, vagy a skunkból lett a skunk, ebből is lent a manzardból a manzárt. Ha ezt valamelyik kezdik még egyszer tőletek, mondjuk valamelyik rajongó egy koncert után. Igen. Laci! Melyik építészeti megoldást alkalmaztál? Drága barátom, a manzár. Megyünk tovább, 4 millió forintotok van még, és jön a hetedik kérdés. Ha ezen túl vagyunk, onnantól kezdve 50-50 az esély arra, hogy megnyeritek a pénzt, mert ugye a végre már csak két ablak marad majd. Két ajtó, két manzárt. Jó? Most ezzel rántetted a izét. Most para van. Jó, oké. Na nézzük akkor a kategóriákat. Az elkövetkezendő 30-32 percben ki is választjuk őket. Hol? Szakmányban készült? Tényleg ez az? Jó, de rég láttam, igen. Lehet, hogy én vagyok. Ezt én is olvastam elsőre jól. Azt tudod, mit jelent? Hát ők nem. Amikor én jártam annak idején szakmunkásképzőbe, és ott valami a szakmánya volt, hogy... Ilyen sorozatban készült, nem az? Nem, a csoportokat hívták tán szakmányoknak. Igen, szakmányban készült. Hát, jaj, de jó. Én, nekem ez a szakmány szó nem mond egyáltalán semmit, úgyhogy én inkább az alsóra tippelni. Hát, ja. Na, melyik legyen? Hát, de rég láttam. De rég láttam. Na jó, nézzük. A rettenthetetlen.
a hazafi. Váltságdíj. Uh-huh. Yeah? Hát azt még nem tudom, mi a kérdés, de... De tudjuk de ki ezt kötni? Tudjuk ki ezt kötni? Most, hogy kérdezed, Mel Gibson. Mel Gibson. Na, hát akkor biztos lesz benne valami Mel Gibsonos. Mel Gibson melyik filmjét mutatták be a legrégebben tehát? A rettenthetetlent, a hazafit, vagy esetleg a váltságdíjat? Egy perc, elindul az óra. Ez egy jó kérdés. Gondolkozzunk, figyelj, olyan sok pénzünk nincs, úgyhogy nem takarászunk. Mit zárjunk ki? Mert én mondjuk a váltságdíjat zárnám ki, mert a hazafi, a rettenthetetlen az olyan 90-es évek első fele. Nem vagyok jó Gibsonban, mert ebben inkább, de Gibsonban. Ebben? A hazafi, hát... Figyú! Még várja, még van. Jó, van még 30 másodpercünk. Tehát a váltságdíjat akkor hagyjuk, azt mondod. Jó, figyelj, mert akkor, az előbb is azt mondtam, hogy... De hogyha azt mondod, hogy hagyjuk a váltságdíjat, akkor tegyük 50-50, és én 50-be ide tenném, aztán meglátjuk. Jó. De... Jó, és akkor még most tanakodjunk addig, hogy tudjanak számolni tényleg. De várjál már, de most ha valamelyik leesik, akkor marad kettő, hát mindegy. Azért mondom, hát, hogyha nem az, hogyha jól tippeltünk, akkor kettővel még tudunk játszani egyet a végén. Váltságdíj. Ez egy tippos, nem vagyok benne biztos. Gyere, állj vissza. Látom, egyen meg a szíved, hogy változtatni akartál volna, vagy elgondolkodni. Igen. Hát ez benne a csavar, hogy amúgy is kapsz egy ilyen slukkot a kameráktól, meg a izzétől, a fénytől, és még ráadásul csak egy perced van arra. Igen. És tudjuk mindegyiket, hogy melyik volt, meg hogy miről szólt, meg, tehát, de hogy rendbe tenni nem könnyű. Igen, ezekben a filmekben nem vagyok annyira otthon. Az elején például a hazafit meg a rettenthetetlent összekevertem, hogy melyik lehet, de tudom, hogy mind a kettőben nagyon harcol. A William Wallace-os, ugye a rettenthetetlen. Mindegy, mind a három másik korban játszódik, ez nem azt jelenti, hogy ugye, hogy mikor mutatták be. Nyilván, mert hazon a kérdés. A rettenthetetlen William Wallace. Már egy ilyen őszes hajú, úgy emlékszem. De attól még lehetett a legfiatalabb, érted, mert tudnék őszes hajt csinálni, ilyen parókát, meg ilyeneket. Van ez a filmes trükk. Na nézzük, 2 millió van a hazafin, ami el is ment. Na, akkor most már... Akkor és most évekkel később készült, mint például a váltságdíj. Uh-huh. Bizony. Összes haja volt benne, hát lehet, hogy már meg volt őszülve szegény csávó annyira. De most mondja Laci, hogy filmekben tudnak csinálni őszhajat. Olyat, hogy... Jó, én ezt nem tudtam. De. Mondjuk én ezt nem tudtam. A parókát vesznek fel. Hát, ne. Ezt nem tudom pontosan, de lehet. Hol jár a tudomány? Itt a rettenthetetlen. Jó, csak ne a váltságdíjat, legyen a győzelem. Vagy a váltságdíj. Tudjunk még játszani egyet legalább. És az az igazság, hogy az egyik film 1995-ben készült, a másik film pedig 1996-ban. Oh. Erre nem emlékszem, mondjuk akkoriban kiáztatok. Mondjuk, hogy erre? A 90-es évek közepére nem teljesen emlékszem. Ozi azt mondta, hogy derítsék ki, hogy mi történt a 90-es években. Az igen. Jó, oké. 95 és 90! Szerencsétek van! A célt elértük, jó? Elértük a célt. A rettenthetetlen 2 millió forinttal gyertek! És hát, hölgyeim és uraim! Egy kérdés már csak. Ezért a célt elértük. Így van. A foglalkozás elérte a célját, ugyanis Lukács és Sidi megérkezett az 50 milliós játszma döntőjébe. Gratulálok! Itt vagyunk, ragyogunk! Megmondom, őszintén nem hittem, hogy idáig eljutunk. Na most az van, hogy mennyi van 20-19? Hát 25-re meg kéne, hogy legyen, hogy van-e pénz. Leszűjjük gyorsan. Jó, akkor tegyük a 50 milliós játszmát. Az igazság, hogy két válasz lehetőségre csökken most már a felhozatal. Igen. Tehát ha esetleg nem is tudnátok a választ, még mindig van egy 50 arra, hogy eltaláljuk. Ez legtöbbször nem jön össze. Legutoljára itt volt egy pár, két srác, ők kiszámolták, nekik összejött. Tehát az ecpec kimelc általában az... bejön. Aha. Csak nem mondom el, honnan kezdték. Na nézzük az utolsó kategóriákat. Harmadik vagy bűn? Bűn. Az a jó rockeres. A bűn az rockeres mondjuk, az kétségtelen. A harmadik meg lehet típusú találkozások, uh-huh. Emelet, nem tudom. Az első emelet kevered? Hát oké, de már kettővel feljebb járnak. Nem tudom. Sidi, választ el. Én? Hát akkor bűn. Jó, hát persze, hát csalódtam magam, ugye? Kikérem magamnak. Na nézzük!
Al Capone-t börtönbe csukják. Ez tény. Bonnie-t és Clyde-ot lelövik. Ujjjjj. Úgy látom, egy perc kimehetsz lesz. Nézzük a kérdést. Attól fél, mi a kérdés? Mi történt korábban? Aha. Egy perc kimehetsz lesz. Al Capone-t börtönbe csukják, vagy Bonnie-t és Clyde-ot lelövik. Egy percetek van. Mikor lőttik le Bonnie? Laci, Sidi. Figyelj, amikor voltunk az Alcatrazban, ott igen. Elmondtak mindent. Ott, hogy ott csücsi. Mikor zárták be? 63-ban. És addig jó. 30-as években volt a 30, fénykorában. 34-63-ig, vagy valahogy így volt az Alcatraz. Olyan sokat ült. Nem, addig volt az Alcatraz. Ja! Mármint, mint börtön. Uh-huh. Na, és csak azt mondom, hogy Al Capone-nak a Bonnie és Clyde, hát az meg egy későbbi sztori, nem? Várjál, mi a kérdés? Mi történt korábban? Mi történt korábban? Figyelj, mivel tudjuk, hogy mire szeretnénk használni a megnyerhető összeget, aha. Éppen ezért szerintem ne reckírozzuk meg azt a dolgot, hogy ne vigyünk haza semmit nekik. Jó, oké. Okay. Úgyhogy... Bocsánat, ja, ez hát csak 18 másodperc van, itt azért egy ajtót üresen kéne hagyni. Jó! No. Hát figyelj. Hát csak 11. Mi történt korábban? Szerintem Al Capone. Nem láttam, ezt nem mondták el. Nem mondták. Igen? Figyelj, az van, nem az tudtam. Van, haver. Elmondom őszintén. Megmondom, hogy mi van. Halálkomolyan gondoltátok ezt, hát ez nem volt vicc. Megmondom, hogy mi van. Két játékos voltak itt, két pár, akik ki kell zárnunk. Tehát, ha itt most nagyon jó pofisztok a Sidivel a végéig, és azt mondjátok az utolsó álmnak, akkor biztosan izé, rogy, akkor adiós, és akkor izé. Akkor izé. Akkor man off. Ebből látszik, hogy gyakrabban kéne néznem a műsoraidat. Fogalmam se volt erről a szituációról. Én vagyok a hibás, mert nem szóltam, hogy egy csapóajtót üresen kell hagyni. Nem, de egyébként erről délután elmondták ezt nekünk, csak igazából nem vagyunk annyira jó képességű gyerekek, hogy megjegyezzük. Még, hogy... A Dóri mondta, a szerkesztőlány? Igen. Akkor másra figyeltetek, én ezt tökre megértem. csak... Aha. És abban sem vagyok biztos, hogy a Dóri úgy mondta, ahogy kell. Na mindegy, most nem akarom őt bántani. Tehát Al Capone-t börtönbe csukják 2 millióval, és Bonnie és Clyde-ot lelövik, hát ezen is volt pénz, de aztán végül is ezt megoldottuk, hogy ne legyen. Jó? Oké. Okay. Na nézzük. Most már végig csináltuk már, itt voltunk, nem esünk ki az elején. Nézzük, hogy mi megy és mi marad a végére. Elvisznek-e tőlünk Lukácsék 2 milliót, a tankcsapdát? Megdobjuk-e 2 gurigával, vagy itt hagyják a pénzt a végén? Ahogy legutoljára Pápai Jocék is tették. Egy picit várni kell. Minimális reklám, és jövünk azonnal vissza. Yeah. Aktív tagja, főleg az elmúlt fél órában milyen aktívak voltak, Sidi és Lukács. Itt volt velünk még Fejes Tomi is fej a zenekarból, aki viszont eltávozott idő előtt, de csak a stúdióból, hála jó Istennek, mert hogy azt mondta, hogy ő már innentől kezdve nem bírja ki a negyedik kérdés után, hogy ne szóljon bele a játékba. Viszont azt eredményezte, buktunk egy csomó pénzt, de eljutottunk az utolsó kérdésig, Lacék nagyon ügyesek voltak, és azt kérdeztük tőlük, hogy mi történt korábban, Al Capone-t börtönbe csukják, vagy esetleg Bonnie-t és Clyde-ot lelövik. Addig filóztak, míg mind a két kérdésre tettek pénzt, aztán szóltam nekik, hogy ez nem olyan jó, mert itt gyakorlatilag ki kell őket zárni a játékból, ezért átadták az összeset Al Capone-ra, mármint arra, hogy börtönbe csukják. Itt járunk most jelenleg. Aztán, hogy jó-e a válasz, az pillanatokon belül kiderül. De! Nem bírjuk fel a fejet, ha szegény az ott... De. Nem? De. Halló! Tomi! Tomi, kezdünk! Tomika, gyere vissza, haver! Nézd már le is mosták a sminket, tegyen meg a szemét. Ja. Kezdjünk. Gyere vissza, Tomika, mert a jó esetleg a válasz, akkor tudtok együtt örülni. Most már oda is állhatsz melléjük. Ha véletlenül rossz a válasz,
akkor meg tudod őket simogatni, igaz, mert egyébként nagyon ügyesek voltak, nem? Vékony. Én így muzsikálnék, akkor már nem lennék a zenekarban. Na jó, oké. Még jó, hogy itt van a fejes, nem is megkérdeztük, milyen aranyos. Nem lehetne, hogy mégse jön fel? Ja, nem lehet, hogy visszamegy oda, onnan jött. Az előbb mondták, hogy a forgatáson nagyon szemembe lógott alja. Nem lehet újra venni az egész? Nem. De nem ugye, ha rossz lesz, akkor leesünk mind a hárman. De mondjuk arra mindig kíváncsi voltam, hogy szeretlen. Bonnie és Clyde-ot lelövik, vagy Al Capone-t börtönbe csukják. Az egyik 1934-ben történt, a másik pedig 1929-ben. És a nézők többsége arra tolta fel a pénzét, amire ti. Uh-huh. Ez nem tudom, néha jót jelent, néha rosszat. Szeretnek minket. Latinak még mindig hisznek. Nem ismerik. Tudnék mesélni? Na nézzük. Legutóbbi celebpárosunk Pápa Jocsi és Pápa Janita elbukta az utolsó kérdésnél a pénzüket. Pontosan 2 milliók volt, azt hiszem, hogy 3 nekik is. Akkor most celebek vagyunk? Celebpáros? Celebpáros. Celebtrió. Ezt nehogy utáljátok, figyelj, ezt képzeld el. A triót azt nem mond, celebet. Jó, akkor a rock trió, a minden rock apja, anyja. Mondjad még, ezt szeretjük. A lényeg, hogy megvan a 2 millió forint! Gratulálok, Laci! Ráadásul. Sidi! Teljes Tomi! San Francisco-ba ezt együtt. Na most már büszkén viselem a izét. Odaadom a pénzt, gyertek, vagy vegyétek el, nem is ülök a buszra. Laci, szóld meg! És... Jó voltál! Biztonsági őt nem csavartam még egy nyilvánvalóan ez a pénz, ennek megvan a helye. Így van. Ez egészen pontosan így van. Én azért izgultam egész játék alatt végig, hogy sikerüljön eljutunk eddig a pontig, mert hogy ezt a pénzt természetesen jótékony célra fordítjuk, méghozzá a debreceni fogyatékkal élőket segítő intézmény számára kerül. Juhé! Köszönjük az emberben is. Én meg azt hiszem, hogy itt voltatok, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ez azért jó, mert hogy nagyjából sehova nem mentek el a tévére szerepelni, úgyhogy a műsornak ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy hozzánk eljöttetek. Nagyon sziasztok, köszönjük. Örülök, hogy itt voltatok, köszönjük. Gratulálok még egyszer. Csókolunk titeket, szevasztok el. Majd a mellényt viszem, Tomika, jó? Mert most már így maradok végig adás alatt. Tehát a Tankcsapda zenekar nálunk járt, Debrecenből 2 millió forinttal térnek haza, és fel is ajánlották karitatív célra, és hát ugye, erős vagyok persze, a fejemben meg ott van a fejszem, megyünk tovább, kipakoljuk az 50 milliót, hölgyeim és uraim!